őszi virágültetés folyt az elmúlt hetekben. Ezúttal milyen virágok kerültek a közterekre kiültetésre? Az elmúlt éveknek megfelelően az őszi virágültetés is árvácska ültetést foglalt magában, hiszen az árvácska az a fajta, amely a téli időszakot is kibírja, meggyökeresedve a fagyos időszakot is képes átviselni, és tavasszal is virágzik. Egészen odáig még az egynyári virágokat nem ültetik. Mennyi és milyen területekre kerültek ezek a virágok? Összesen körülbelül 5000 tő árváska került kiültetésre az eddig is megszokott helyekre, mint mögöttem a körforgalomba, a Mészáros úti ágyásba, a vakumüzletek előtt, az iskola melletti virágládákba, illetve itt a régi lovasboltnál lévő virágládákba kerültek árváskák. Mi itt lakók már észre sem vesszük, nekünk teljesen megszokottá vált az, hogy itt Bábornán sok a zöld terület, sok a virág. Mi tényleg úgy vagyunk vele, hogy fel sem tűnik, talán ez már nekünk természetes, de aki idegen ide látogat, többekről hallottam, hogy elcsodálkoznak azon, hogy itt mennyi, milyen szép rendezett a terület, ezt innen hogyan látja ezt az ügyvezető igazgató? Hát a terület karbantartását, illetve hát a igazság szerint a virágágyások gyomlálását, rendszeres kapálását és öntözését a település gazda irányítása alatt álló közmunkások végzik. Ők azok, akik úgymond felelnek a terület rendezett képéért. És mennyi ilyen zöld területünk van, hol találhatóak ezek Bábornán? Szerintem majdnem mindenki tudja, de hát talán most azért mondom, fel sem tűnik az embernek. Hát a város területe az 200 hektár teljes területe, ennek szerintem nagyjából olyan 25-30% a zöld terület, amit rendszeresen karban kell tartani. Ez magában foglalja ugye a fűnyírást, a zöld területeken található friss, illetve előző években ültetett fáknak a meccését, permetezését, rózsaágyások gondozását, közterületi padok festését, javítását, az utak tisztántartását, hóeltakarítást. Mikor várható a legközelebbi virágültetés, amikor ismét virágba borul Bábolna? Gondolom a tél folyamán azért ilyenre nem betemedik a cég. Nem. A következő virágültetés az nagyjából a búcsú környékén fog bekövetkezni, tehát valamikor a májusi időszakban, 2010-ben. Milyen virágok várhatók akkorra? Hát a szokásos egynyári virágok, illetőleg ami az idei évben úgymond bevált, tehát szépen virított, nem hervadt el, nem volt olyan érzékeny úgymond a szárazabb, melegebb időszakra. Ilyen volt például a celózia, ami nagyon szépen mutatott, akkor a kukacvirág, aztán nagyon szép volt a rózsametény, tehát ezek a fajták kerülnek jövőre is kiültetésre, illetve még egy pár fajta.